legyőzheti. Három győztes mérkőzés után fogadta a Kisvárda a Budafokot, amelynek szeretett volna visszavágni a nyitófordulóban elszenvedett vereségért. A küzdelmes találkozón igazán nagy helyzetet egyik oldalon sem tudtak kialakítani a csapatok. A házigazda 86. percben állt a legközelebb a gólhoz, Viana lövése azonban kevéssel elkerült a vendégek kapuját. A Kisvárda 77. NB1-es meccsén másodszor játszott gól nélküli döntetlent, így egy ponttal gazdagodtak Dombó Dávidék. Inkább a küzdelem dominált, bár én úgy érzem, hogy voltak lehetőségeink. Én ilyen meddő mezőny fölényt éreztem, hogy megvoltak azért a helyzeteink. Próbáltuk ugye leginkább oldaltámadásokkal megtörni a Budafoknak a védekezését, hiszen azért elég masszívan tömörültek. Helyzetekig el is tudtunk jutni, sajnos a gól az hiányzott. Én úgy éreztem, hogy az utolsó passzok nem voltak olyanok, amik esetleg a korábbi mérkőzéseken jók voltak. Ennek volt, én úgy érzem, köszönhető az, hogy nem tudtunk gólt vagy gólokat szerezni, de hogyha a mérkőzés összképét, illetve az egész eddigi teljesítményt nézem, az egy ponttal nem lehet elégedetlenek. A forduló további eredményei a következők: Újpest Paks 1-1, Molfehérvár FC Zalaegerszeg 2-0, Ferencváros MTK Budapest 2-0, Mezőköves DVTK 2-1 és Budapest Honvéd Puskás Akadémia 0-1. A tabella élén a Ferencváros áll 26 ponttal, megelőzve a 22 pontos Molfehérvár FC-t és a 20 pontos Kisvárdát. A kapus szerint több összetevője van a jó őszi szereplésnek. Mindenki tudja pontosan a pályán, hogy mi a feladata, melyik pozícióban, illetve milyen helyzetben merre kell mozognia, és azt gondolom, hogy megtanultunk, hogyha fogalmazhatok így, egymásért küzdeni, hiszen nagyon jó most a csapatszellem. Igazából én annak tudnám be, hogy most ilyen sikeres a szezon, bízok abban, hogy ez még nem a vége, mert azért szeretnénk még az őszi szezon folyamán jó pár pontot szerezni. A Kisvárda a következő fordulóban a tabellán negyedik helyezett Puskás Akadémia otthonában lép pályára.